A megyebeli futballcsapatok még csak ezekben a napokban kezdték el a felkészülést, a klubirodákban és az MLS megyei igazgatóságán azonban már jó ideje nagy üzem van. A nevezési határidő július 1-e volt, a hiánypótlásokkal azonban még csak ezekben a napokban lettek készen az érintettek. A legutóbbi szezont 115 csapat fejezte be, a következő idénynek azonban többen vághatnak majd neki. A megyei első osztályba feljutottak közül a Nyírkarász nem vállalta a magasabb osztályt, így a Kemecse lépett a helyére. A megyei második és harmadosztályú csoportokat területi elv alapján alakították ki a szervezők. Az elmúlt évek legnagyobb mezőnyével vágunk neki ennek a szezonnak, 120 csapat adta be a nevezését. Ez azt jelenti, hogy ha mind a 120 csapat el is indul az augusztusi rajton, akkor ez pontosan 5-tel lesz több, mint a 2018-19-es szezonban. Egy megye egyes csoport, ahogy az szokott lenni, 3 megye 2-es és 4 megye 3-as csoportunk lesz, és mindenféleképpen örömteli hír, hogy olyan településeken is újraindult a futball, ahol hosszú évekig nem volt, például gondolok itt Porcsalmára vagy Érpatakra, ismét van csapatuk, illetve Gávavencsellő, Záhony és Csengerújfalu is pár év szünet után ismét benevezett, illetve kettes számú csapatokat is indít a Vaja, a Nagyhalász vagy éppen a Nyíregyháza Spartacus FC. Július 1-én megnyílt a megyei átigazolási piac, így az igazgatóságon már a csapatot váltó labdarúgók adminisztrációval kapcsolatos papírmunkáit végzik. Az átigazolás attól nem változott, hogy július 1-én indult, és augusztus 31-én fejeződik be, viszont abban van változás, hogy az elmúlt évektől eltérően a Magyar Labdarúgó Szövetség az amatőr felnőtt játékosokra a szabad átigazolási határidőt egy kicsit meghúzta. Ez azt jelenti, hogy csak és kizárólag július 20-áig igazolhatnak a megyei amatőr labdarúgók úgy, hogy nem kell az átadóklub engedélye hozzá. Július 21-től már nincs szabad átigazolás, hanem az átadóklubnak engedélyt kell úgymond kérni az átvevőnek, hogy át tudja igazolni. Ez azért jó, ez talán a csapatoknak, az edzőknek mindenféleképpen jó, mert az azt jelenti, hogy augusztus 20-a után már csak akkor mehet el játékosa, hogyha ő is beleegyezik. A megyei foci szezon augusztus első hétvégén a Magyar Kupa selejtezőjével rajtol, amelyre 20 csapat nevezett, a második hétvégén a megyei első és másodosztályú csapatok már bajnoki pontokért lépnek pályára.